portugál-ír mérkőzés tehát, szóval még visszatérve egy gondolat erejéig a harmadik magyarra, Sáraira, és utána még a Simon Whitlock végső János mérkőzésről egy-két mondat. No, tehát Levi esetében én kicsit jobban éreztem azt, hogy meg van illetődve a körülmények miatt. A rutintalanság, tehát az ilyen szintű színpadi rutintalanság az leginkább abban látszódott, hogy ott voltak azért a nyilak drót, de mindig a rossz oldalán a drótnak. Tehát nyilván sokkal több ilyen mérkőzést kellene még játszani a Levinek. A lehetőség benne is ott van, azért nem véletlenül jutott elő is tinédzserként erre a színpadra, úgyhogy fogunk még szerintem vele találkozni. Hát, Morzsi pedig Morzsi, tehát ő végső János, ő, így van, ki ez a Morzsi. Így van, tehát végső János, ő hozta azt, ami igazából benne van. Én úgy gondolom, hogy nagyon szerencsétlen volt a sorsolás, és hát igazából 5-0-ig úgy tűnt, hogy Simon Whitlock nem tud hibázni. Tehát 5-0-ás állásnál Whitlocknak 107,36-os volt a körátlaga, és nyilván azért ez rá tudja nyomni a bélyeget az ellenfél játékára is, Morzsinál is egy picit rányomta, de aztán nagyon szépen tudott kozmetikázni az eredmény. Én úgy gondolom egyébként, hogy az a teljesítmény, amit tőle láttunk, az egy szerencsésebb sorsolással akár még elég is lehetett volna, tehát más játékos ellen, de nyilván feltételes módban nincs értelme nagyon beszélgetni. Ez így jött ki. Nekem nincsen hiányérzetem egyik magyar játékos mérkőzésével kapcsolatban sem. Nagyjából azt kaptam, amit vártam. Nem tudok egyikőjükről sem negatívumot mondani. Hát én csak azt sajnálom, hogy még mindig várni kell arra, hogy egy magyar túlélje az első napot. Hát igen. Ugye ez olyan kicsit, mint a magyar labdarúgó klubcsapatok esetében, hogy de jó lenne megérni a tavaszt például. Ugye itt milyen jó lenne mondjuk látni egy magyart majd a későbbiekben, a negyed döntőben, elődöntőben, hiszen mondtad azt, hogy 2024-ig 180! Tehát a következő két évben is biztosan lesz Hungarian Darts Trophy, és szinte biztosan Budapesten. Nyilván ez rengeteget kell dolgozni a játékosoknak, tehát az eredmény az nem magától jön, bele kell rakni a munkát, és hát amire esély van elmenni, komolyabb versenyek, European Tour selejtezők, bizonyítani kell, oda kell érni, és minél több ilyen élményt szerezni, gyűjteni, mert ez tipikusan olyan a színpadi szereplés, hogy ezt is tanulni kell, ez is egy hosszú folyamat. Hát azért ezek a játékosok, akiket ma is láthattunk, meg tegnap is láthattunk, nagy nevek, nem azzal kezdték, hogy felmentek a színpadra, és egyből 130-as átlagot vertek oda, hanem szépen nekik is fokozatosan meg kellett tanulni, hogy milyen érzés ilyen körülmények között versenyezni. Ugye milyen dolog játszani, hogy megye kettőben egy olyan futballpályán, ami a Szántó mellett van, meg milyen mondjuk a Santiago Bernabeu-ban, most mondtam egy példát. Tehát ne menjünk messzire, itt van José de Souza, de szépen kiesett az, aki ugye 48 éves, és mostan 30 éve dárcozik, és most jutott el arra szintre az elmúlt években, amire szerintem nagyon-nagyon régóta várt. Húha, egyik sem volt egy ígéretes kísérlet de Souzánál. Na nézzük akkor O'Connort, a 16. nyíl. Az már benne van. Ilyenkor, tehát O'Connor megverte Székely Pált 6-2-re, aztán Dimitri Vandenberget 6-3-ra, majd jött a legnagyobb bravúr, a világbajnoki döntős Michael Smith ellen egy 6-5-ös győzelem hátrányból fordítva. De Souza pedig két hollandot vert ki, Raymond van Barneveld ellen 6-5, Decván ellen 6-4. 180! Ott a sörpadoknál annyi 180-as táblácska van kihelyezve, ahány jegyet eladtak, tehát ahány néző elfér? Megmondom őszintén, hogy amikor ott voltam, nem számoltam össze. Mert ugye egyébként külön is lehet vásárolni, valakinek nem jut ebből a papírlapból. De szerintem van ott elegendő, úgyhogy én nem aggódom a publikum miatt. Csak legyen okuk minél többször emelgetni. 98-as kör. Mindössze 43, de Souzától így nincsen kiszálló, egy triplányi különbség. Ó, és a hősök, akik visszatértek a büféből. 140, O'Connor.
az átcsúszik a tripla ötösbe, az már jó. De Szózáé volt a jobb szorzó, 1.48, a Kanaré 2.49. Seres Bedének köszönjük az otcokat. Dupla 20. Nem. Nem lett volna egy rossz kombináció. Tripla 16 után dupla 20-szal megoldani. Az jó. Hatos és a dupla 20, de Szózának is. Ő igen, viszont megoldja. Igen. 100 pluszos. Egyenlít a portugál. Ő a 12. kiemelt. A világranglista már a 6. Amit én láttam itt egymás elleni két meccs, mind a kettőt, de Szózá nyerte, és mind a kettőt elég magabiztosan. Idén, illetve tavaly. Igen, ráadásul a tavalyit azt közvetítettük is. A Players Championship Finals-nak adtak össze O'Connorral. Százas, de Szózá. José Mourinho után kapta The Special One Vece nevet, de Mourinho-t fölhívta és áldását adta jelenleg a Rómát irányító edző, hogy oké. Sőt, ugye amikor megnyerte a Grand Slam of Darts-ot José de Souza, akkor Mourinho felhívta őt videóüzenetben és közölte vele, hogy innentől kezdve őt jobban megilleti a Special One Vece név. Ezért lehet a Róma vezető edzőjét szeretni, nem szeretni, de azt el kell ismerni, hogy egy óriási karaktere ő is a sportnak. Hat van, de Szózá. Tavaly ugye elődöntős volt itt Budapesten, de Szózá Smith-től kapott ki 7-5-re. Akkor különben a másik ágon Price Humphreys-t győzte le. Dupla 20 ezúttal is. Nagyon alá, nagyon lejtette. Kerekítő nyíl magába szippantotta a harmadik nyilat is. Igen, csak hát nagy probléma nincsen, hiszen nincsen kiszállón a kanar, és ez is csak egy 60-as. Na nézzük akkor a dupla tizet. Jó helyen van, jó jelölő nyíl. Ki is használja? Persze, 2-1. Nem kellett, megcsinálta. Tavaly voltak azért rázós meccsei, de Szózának például Gavlas csak 6-5-re verte meg a legjobb 8 között. Gavlas idén nem volt itt. 180! Második a mérkőzésen de Szózától. O'Connornak egy van. 161 maximumnál tartunk eddig a tornán. Tavaly 217 volt. Nagy valószínűséggel az nem lesz idén megdöntve. 140. 6. nyilat rontotta el. A tegnapi nap folyamán a 9. nyíl hibázott neki a tökéletes játékhoz. Igen, komoly különbség a tömegelésben. 96-8, Szózáé csak 83-8 az íré. És ennél nagyobb a különbség az első 9 nyilasban, ami de Szózánál jelenleg 115,25, míg O'Connornál 83,17. Tehát 32 pontos különbség. 140. De hiába, nincsen kiszálló O'Connor. De Szóza jöhet 96-ra. Dupla 8 a végére. És megcsinálja ezt is, 12 nyilas játék. Ez igen. Közel volt a 100 pluszoshoz ez is, úgyhogy jobban elkapta az elején a fonalat. Jajon! 50%-os hatékonysággal oldja eddig meg a duplát a portugál, 6 kísérletből 3 találat. O'Connornál jelenleg 33% ez a szám, 3 kísérletből 1 találat. 34. a világranglistán O'Connor jelenleg, 2009 óta játszik. 180! És az eddigi legjobb eredménye egy UK Open-en, egy elődöntő, ugye az idén volt.
a major tornákat tekintve, illetve van neki egy Players Championship forduló győzelme, az az egyetlen pontszerző győzelme, még 2019-ből. Tehát ő a darts sport egyik szürke eminenciása. Bizony. És a hatodikat elrontja. 140. Souza, neki ugye volt már pályafutása során 9 nyilas, és itt is majdnem 8-ig jutott. ...140 után jön az ír. Kellene a tripla. 44 mindössze, 137-et hagy. Azért 260-ról még helyzeti előnybe kerülhet, de Souza. Hát iparkodik is. 140 megint. 120-ra haragja le. Tripla 19? Azt szerette volna, így nem lesz kiszálló. Marad a 80. Nem tetszik neki, nem csodálom. De Souza, Shanghai. Tripla kell. Nem volt benne. Csak 40. Dupla 20-szal szeretett volna kerekíteni. Dupla 10. Megvan. Ezt most megérdemelte nagyon William O'Connor. És visszavette az elveszített kezdést egy 14 nyilassal, és most már ő is megérkezett 90-es körátlag fölé. Igen. Lopott egy leget a sarka, ugye ez a beceneve McPie. Futballban a Newcastle United a McPies. Javul a tömegelése. És jó a váltás. Igen. 137-tel 306-ra érkezett meg. Viszont De Souzától is jön a folytatásban. 180! Fel kell váltani a tripla 20-ra. Ezt nem szeretem kritizálni a rendezőket, de ezt az oldalsó táblanézetet én hanyagolnám. Igen. Annyira nem komfortos a szemnek. Ott van egy biztonsági ember, azt láthatja körülbelül így, csak az ritkán pillant oda, mert neki más kell nézni. Igen. Ez a jó. Jó a váltás. 96, marad a 114, na és akkor nézzük a 81-et, tripla 19, dupla 12 a kombináció. Az jó. Egyik jó. Az még nem. És az sem. Az sem. Úgyhogy O'Connor meglepheti. Eddig 80 volt a legmagasabb kiszállója az írnek. Tripla 18, dupla 20. Nem, alá. Vissza De Souzához. Dupla 12. Megvan. És az megvan. 4-2. Elviszi. És most ő jön. Százzal kezd. O'Connor vezetett még egy nullára, aztán volt 3-1, illetve most 4-2. Igen, és ugye az a nagyon érdekes, hogy lejátszottak eddig 6 leget ezen a mérkőzésen, és 5 esetben az a játékos nyerte, aki hátsó pályán volt. Mindössze De Souzának sikerült egyszer tartani a saját kezdését. Igen. Megfontoltan szép stílusban dob William O'Connor. Igen, gyermek édesapja. Viszont egy picit gyorsított a tempóján, tehát neki nem ez volt az alaptempója. Megérkezett Flamingo kisasszony, itt látjuk délután is. 60. Elégedetlen vele. Pedig már kiszállón van, előbb, mint De Souza.
Nyilván a 161 nem egy könnyű feladat, de nem is megoldhatatlan. Tripla 20, tripla 17, akkor vissza kell váltani tripla 20-ra, az elmegy a tripla 5-be. Happy Meal, ez a 69, ez a így becézik Dartsbergekben. Dupla 12, nincsen meg a 138-as kiszálló. Na meg lehet oldani akkor ezt a 69-et egy újabb breakért. 18-as, dupla 16-os. Ott nem. Nem. Nagyon kevés hiányzott. Milliméterek. Így viszont ez sokba kerülhet. 5-2-re megléphet a portugál. Annyi még nem volt különbségbe. Dupla 6. Paf. És egyből besokkal. Dupla 10-et találja a dupla 6 helyett. Ráadásul nem is volt túl közel a dupla 6-oshoz. Nem, nagyon közelebb volt a dupla 15-höz. Igen, és ezt már O'Connor kihasználja. 4-3. Ez a De Souza hiba most jót tett a mérkőzésnek, hiszen ezzel a következőlegben egyenlíthet az ír. Mondta is a magáét, miközben kortyolt egyet. 100. Igen, már 6 break volt ezen a mérkőzésen. 140. Száz. Csak 60. 301 dupla ki. O'Connor kezdi ezt a kis játékot. Innen fog kiszállóra érkezni. Sőt, nagyértékű tripla sincs ebben a körben. Nézzük, hogy mivel tud válaszolni a portugál. Váltás 19-re. Még egy kellene. Ott is van. Szép. Marad a 167. Az már kiszálló. 170 utáni első. Ki kell állni. Az már jó. Egy százas. Ő is kiszállón van már. Az jó. Tripla 19. Nem lesz meg, vissza tripla 20-ra. Az se. 68 marad. Két triplás kéne O'Connornak. Egy megvan. És ott maradt, dupla 13. De közel volt. Igen, igen. Talán még egy picit csípte is a drótot. És akkor De Souza. Ennyi lesz a duplára. Dupla 16. Nem oldja meg! Nincs meg. Ott az esély Willie O'Connornak, hogy kiegyenlítsen. Elolvadhat az előny. Jó helyen van. Picit kell mellé tenni. És harmadikkal megoldja. Jó az idegrendszere. Bizony jó. 4-2-ről 4-4. Nem adja olcsón a bőrét Willie O'Connor. Tripla 1. És nincsen tripla 20. Nagyon komoly hiba. Lehet büntetni, lehet hátsó pályáról odaverni egy hatalmasat. Ott a 140. Nagyon szép. Száz. Három pont előnye van, de Szózának utca hosszal vezet. Így gyakorlatilag olyan, mint hogyha O'Connor kezdte volna ezt a leget, és pakolja tovább. 140. Még egy 140. Ragyogó kezdés. Aha. Igen, hát most baj van Portugálnál. Egy itt is jön, megint egy százas. Három kör alatt lent van kiszállón. Nagyon szépen összerakott játék. Hát és ugye ez három
Illal megoldható. És dobáskényszerben van, hiszen De Souza is megérkezett kiszállóra. Tripla 17. Nem jön. Vissza tripla 20-ra. Ott se. 57-es kör mindössze. Nem jön a tripla 20. Ez innentől nem lesz. Kezdve ez elúszott. Tripla 8 vagy tripla 16. Tripla 16 megvan, dupla 8. Az is megvan! Magabiztos kézzel, 5-4 William O'Connor javára, tehát egy legnyire a továbbjutástól, az elődöntőtől. És 1-0 után megint vezet William O'Connor, és kezdhet a győzelemért, bár hozzá kell tenni, hogy ezen a mérkőzésen eddig nem volt életbiztosítás az első pálya. Lejátszott 9 legből 7 esetben is break született. Hát próbálja azért Souza magára erőltetni a nyugalmat, de most azért gyöngyözik ám a homloka. El kell nyerni O'Connor kezdését. 180! Így ez picit nehéz lesz. Ha eddig gyöngyözött a homlok, akkor most vajon mennyire fog? Százas mindössze. És megint nagyon jól hajrázik O'Connor, mint az előző mérkőzésén. Százmegyven. A kísérők, a szurkolók. Nagyon komoly. 60. Nagyon komoly lehetőség kapujában William O'Connor. 6 nyila van erre a 81-re. Nem kell menni a 12-esre, lehet menni tripla 10-re, dupla 16, meccs nyíl. És elsőre megoldja, 12 nyilassal, stílszerűen fejezi be a mérkőzést. Atyavilág, milyen utolsó legeket produkált az ér. Fú. És ezzel búcsúzik a verseny 12. kiemeltje is. Egy újabb kiemeltől búcsúzunk. További meglepő híreink, hogy az ég kék, a fű pedig zöld. 4-2-ről tud fordítani és nyer 6-4-re William O'Connor, úgyhogy sok hívet szerzett itt Budapesten és folytathatja tovább a menetelését. Mi is folytatjuk, pár perc után jön Espinal és Mikl találkozója.